új programmal és új névvel vág neki a 2014-es választási kampánynak a Munkáspárt. Türmer Gyula elnök kijelentette, a névváltozása azért volt szükség, mert a törvény tiltja a szocialista rendszerhez kötődő nevek használatát. Hozzátette, a Magyar Munkáspárt, mint mindig az elmúlt 25 évben, a jövőben is a dolgozó emberek pártja lesz. A napi aktuális vendége a témában Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Nem is biztos, hogy helyesen mondtam, hogy a Munkáspárt elnöke. Mi a pártnak most az új neve, és mi indokolta ezt? Bíróság beegyezte a Munkáspárt új nevét, hivatalosan Magyar Munkáspárt. Ugye Magyarországon van egy törvény, amely tiltja, hogy szervezetek nevében olyan elnevezések legyenek, ami a múlthoz kötődik. Ez nekünk nem tetszik és fölöslegesnek tartjuk, de alkalmazkodtuk, a csatából nem akarunk kiszállni. De megmaradt a nevünknek a két fő eleme, magyarok vagyunk, magyar érdekeket képviselünk, és ezen belül a dolgozó embert, a munkást, a munkájából megélő embert akarjuk a parlamentbe bejuttatni. No hát ezzel ki is mondta azt, hogy indulnak a 2014-es választásokon, viszont milyen programmal van-e a Magyar Munkáspártnak programja már most? Indul a Munkáspárt a választáson, sőt, lesz országos listánk. Ez az új törvény szerint lehetővé teszi, hogy bárki, aki elégedetlen a mostani politikai viszonyokkal, aki jobb életet akar, aki nem akar a pénz világából már többet, a szavazhasson a Munkáspárt országos listájára, és lehetővé teheti, hogy bejusson a Munkáspárt a parlament, illetve velünk együtt ők maguk. Mit akarunk mi a programunkba? Igazságos tehermegosztást. Az elmúlt 25 év arról szólt, hogy 10 millió magyarból 1 millió jól élt, megszedte magát, milliárdos lett. 9 milliónak a nagy része pedig rosszul él, vagy éppen ott csak megél. Mi ezen akarunk változtatni. Ha ott leszünk a parlamentben, azt fogjuk kezdeményezni, hogy legyen egyszeri vagyonadó a milliárdosoknak, a szupergazdagoknak. Ez legyen 40%. Utána változtassuk meg a személyi jövedelemadót, ez legyen progresszív, és a leggazdagabbak azok fizessenek mondjuk 45%-ot. No hát ön most már talán sokkal előrébb lehet, mint más ellenzéki pártok, akik ugye jelenleg benne vannak a parlamentben, mert hogy valamiféle programot már hallunk, és olyan radikális szavakat, mint amit most hallani az ellenzék részéről, azt viszont nem halljuk az önök részéről. Milyen kommunikációban, milyen kampányban hisznek, és egyáltalán hogyan vélekednek bejutni 2014-ben a parlamentbe? Hát, amit mi mondunk, az soha nem fogja a parlament ellenzéki pártoktól hallani, mert ők is a gazdagokat képviselik, ők irtoznak a vagyonadótól, ezt soha nem is fogja senki megtenni, és soha nem is fognának adni a szegény embereknek. A mi programunk arra irány, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy itt eltelt 25 év, tévedtek, amikor bejuttatták a gazdagok pártját, itt az idő, hogy szavazzanak a saját maguk pártjára, a dolgozó emberek pártjára. A tőkét korlátozni kell. Azok, akik a gazdagokat képviselik, soha nem fogják a tőkét korlátozni. Erre a Munkáspárt alkalmas. Ezért kell nekünk bemenni. Az összes többi már így vagy úgy volt és a parlamentben, tehát ha itt nem változik semmi, akkor igazából a magyar politikai életben nem lesz változás. Újat a Munkáspártot hozni. Viszont itt a sokféleségben mennyire fognak tudni eligazodni a választópolgárok? Tehát azért most a kínálat az igen széles. A kínálat abszolút nem széles. Van egy kormánypárt, aminek van két meghatározó pártja, azt gondolom, hogy róluk mindenkinek van elképzelése. És van egy csomó kevésbé jelentékeny, vagy jelentéktelen, vagy egészen picike parlamenti, vagy parlamenten kívüli párt. Ezek mind baloldalinak nevezik magukat többnyire, de a baloldalisághoz az ég adta világon semmi közük nincs. Ők nem akarnak a szegény embernek többet adni, ők nem akarják lehetővé tenni azt, hogy mondjuk ne legyen kilakoltatás, nem akarják lehetővé tenni azt, hogy alanyi jogon járjon például nyugdíj az embereknek. Ez az egyik legnagyobb gond, ami a mostani generációkra vár, hiszen az elmúlt 30 évben nagyon sokan nem szereztek kellő munkaviszonyt. Viszont ezeket a gondolatokat, amiket most ön megosztott velem, ezt mennyiben fogják meghallani a választók, illetve gondolok én arra, hogy hogyan fog eljutni a választókhoz, mert hogy most úgy tűnik, hogy az a divat, hogy legyen minél hangosabb, legyen minél radikálisabb, minél feltűnőbb, döntögessünk szobrokat, káromkodjunk, használjunk csúnya beszédet. Önöknek mi lesz a retorikája? De mi a szobor döntögetést, amire sor került a héten, egy nagyon primitív, olcsó és semmire nem jó akciónak tekintjük. Ezt azok a politikai erők alkalmazzák,
amelyeknek nincs mondani valójuk a mához, a mai emberekhez. Nekünk van. Mi nem akarunk szobrot döntögetni, és nem is fogunk szobrokat döntögetni, de abban igenis mindent meg fogunk tenni, hogy az emberek az ország helyzetéről és a saját igazságukról meggyőződjenek. Hallgasson mindenki a józan eszére. Türmer Gyula, köszönöm, hogy itt volt.